szerelem megbecsétel. Zsebígy még sohasa fáj, legalább érzem azt, hogy élek. Agyam lüktet, itt hallom benne a város zaját, megintam régi holmikban ébredtem. Egy terautó platóján sok mindent megértettem. A tejút egy jó nagy homály, hát hol van ő? A nagy szép bűvölő, s kapakat gyűjtögető. Tudod, elkapott egy perc alatt, csak elkapta a torkamon, most meg hol van ő? A nagy szép bűvölő, s kapakat gyűjtögető. Könnyű zenei koncerttel kedveskedtek a Püspökvelányi Ifjúsági Ház dolgozói a középiskolás, illetve az idősebb korosztálynak a december 6-án megrendezett Santa Rock elnevezésű rendezvényen. Az összevont közművelődési intézmény délelőtt a város kisgyermekeinek kedveskedett a főtéren programokkal, este pedig a nagyobbakat, illetve a felnőtteket várták egy kis kikapcsolódásra. A mai rendezvénynek a neve a Santa Rock. Mikulás napja van, és nem csak a kicsiknek szeretnek volna kedveskedni, hanem a középiskolás korosztálynak is. Ezért két rock együttest, amatőr rockzenekart hívtunk meg. Az egyik Debrecenből jött, a másik pedig Budapestről, de a budapesti zenekarnak a front lánya, vagy front ember, ő Gali Dóra, tehát mindenki nagyjából ismeri Püspökladányba, lépett már föl több alkalommal is. Elsősorban középiskolásokat várunk, nyilván természetesen felnőtteket is. Feldolgozásokat szoktak játszani, én úgy tudom legalábbis, talán az első zenekarnak vannak már saját számai, ők tavaly léptek föl Hajdúszoboszlón, az ifjúsági fesztiválon, szabadtéren, és elég szép sikert arattak. A rendezvényen fellépett az Another Kingdom zenekar is. Az együttes egyik tagjától, Tóth Andrástól riporterünk megtudta, két főből áll a formáció, mely a közelmúltban alakult meg. Egyelőre ketten vagyunk, szeretnénk a dolgokat majd nagyobb volumenűre alkotni. A másik gitáros játszó Móris László, nagyon régi barátom, jelenleg orvostanhallgató, és úgy gondoltuk, hogy nagyon jó lenne együtt zenélni, mert nagyon régóta ismerjük egymást, tudtuk egymásról, hogy gitározgatunk. Alapvetően az Another Kingdom nem együtt találtuk ki, még annak idején találtam ki egy régi gitáros barátom, akivel együtt zenéltünk ezek előtt. Ugye ez azt jelenti, hogy egy másik királyság. Egyelőre nagyon sok feldolgozást hoztunk, konkrétan csak feldolgozásokat hoztunk ide Ladányba. Inkább most például lehet hallani majd Quimbyt akár, vagy akár Radio, Imagine Dragons-t, vagy nem is tudom, lesznek népdalok is, ilyesmi. Tehát teljesen változatos a repertoár, de alapvetően hozzám az indie, a stoner, a kicsit alternatívabb dolgok állnak. Az Another Kingdom tagjai az est folyamán tehát feldolgozásokat énekeltek a megjelenteknek, melyek között hallható volt népdal és Cseh Tamás dal is. Szép az erdő, mikor zöld. Akkor szép az erdő, mikor zöld, mikor a vadgallam benne költ. Olyan a vadgallam, mint a lány, sírva sétál a párja után. Olyan a vadgallam, mint a lány, sírva sétál a párja után. Ezt a sűrű erdőt járom én, ezt a barna kis lányt várom én. Ez a barna kis lány, Viola, én leszek a vigasztalója. Az es második fellépő zenekara a Coverment Windows Unplugged volt. Az együttes Püspökvelányi tagjától, Gali Dóritól a fellépés előtt riporterünk megtudta, az öt fős csapatból hárman érkeztek ma Püspökvelányba, és ismert populáris dalokkal készültek a rendezvényre. Körülbelül egy fél éve alakultunk, és most egy ilyen akusztikus szereplésre szeretünk volna idejönni hozzátok, Püspökvelány. A csapat tagjai a
basszusgitárnál Gergely Koszazágon, szólógitárnál Szontag Gusztáv, és még két tagunk nincs itt, van egy szintetizátoros Hadik Ákos, és egy dobosunk Takács Szilárd. Ismert populáris számokat szoktunk feldolgozni, inkább rockosabb verzióban. Igyekszünk pörgősebb dalokat játszani. Ma mivel készültetek a ladányi közönségnek? Ma is inkább ismert számokkal. Van közöttük egy pár magyar, de inkább angol számok. A szünet után tehát a Covenant Windows Unplugged-ista húrok közé csapott, s Dori és a fiúk elvarázsolták a közönséget. No, I'm the one to break promises. I don't wanna hurt you, but I need to breathe. At the end of it all, you're still my best friend. There's something inside that I need to release. Which way is right? Which way is wrong? How do I say that I need to move on? You know we're headed separate ways, and it feels like I am just too close to love you. There's nothing I can really say. Az aszfalt romok alól, mert hallottam az erdő zúgását. Te úgy jöttél, mint vízzel észik a fal, az örvénylő időkővé vált. Nézd, hogy issza a gyökérbe az eső, mint ott felejtett ócska fürdőkár. Emlékezzégem beléd jól a kép, kövessen, mint test az árnyékát. Úgy volt, hogy egyszer majd látom az árnyékot, úgy lép elém, hogy ott áll színes ruhában, hogy én ő vagyok, ő meg én. Lüktetve a medrében a patak, szél fésült meg és karcolt minden ág. Egy ösztönláng azt mondta, nincs már tovább, csak felgyulladt és rögtön elfújták. Nézd, hogy issza a gyökérbe az eső, mint ott felejtett ócska fürdőkár. Emlékezzégem beléd jól a kép, kövessen, mint test az árnyékát. A rendezvényre érkező fiatalok, valamint a fellépők is elmondták, nagyon jól érzik magukat. Továbbá megtudtuk tőlük, nagyon szívesen jönnek az Ifjúsági Ház rendezvényeire, hiszen mindegyik program tartalmas kikapcsolódást nyújt számukra. A barátnőmmel jöttem Katinkával, és a zenesuliban láttam egy plakáton, meg amúgy szoktam járni az IFI házba, úgyhogy innen is hallottam róla. Összehozza a barátokat, és tényleg nagyon jó a hangulat, ismerkedünk új emberekkel, meglátjuk, hogy ők hogy zenélnek, úgyhogy ez nagyon jó. Én sokat játszottam már itt Ladányban is egyébként, meg itt az IFI ház keretein belül is, még a régi formációimmal, tehát az eddigi összes formációmmal játszottam Ladányban. Én nagyon szeretem ezt a helyet, az IFI házat is nagyon szeretem. Nagyon jó a kezdeményezés, és nagyon jók az ötletek, tehát Magyarországon talán, hát nem, tehát ahol voltam eddig IFI házban, ez eddig a legintenzívebb, tehát ahol a legtöbb impulzus érheti a városlakókat, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, nagyon jó dolog. Volt már szerencsém itt fellépni, sőt, volt is szerencsém dolgozni itt a csapattal. Szerintem nagyon jó, hogy van ilyen a városban, mert kevés lehetőség van itt a fiatalok számára, hogy kikapcsolódjanak, vagy kimozduljanak otthonról. Azok a fiatalok, érdeklődők, akik ellátogattak december 6-án az Ifjúsági Házba, színes és vidám programokon és koncerten vehettek részt. Az intézmény pedig a következő hetekre is kínál hasznos szabadidős rendezvényeket.